esti témánk allergiák, sínek, melyek emlékeztetnek egy fel nem oldott konfliktusra. Bevallom önöknek, kedves hallgatók, hogy a mai webkonferenciára felkészülve nagyon sokat kerestem az allergiáról szóló cikkeket, rengeteget elolvastam. Szeretem volna valami pontos felvezetést keresni a mai előadásra, de az allergia kapcsán nem igazán találtam olyan választ, amivel ma este előrukkolhatnék. Az allergia kapcsán rengeteg olyan statisztikát olvastam, hogy Magyarországon minden harmadik ember valamire allergiás. Ez egy nagyon ijesztő tünet, hiszen ez azt jelenti, hogy három emberből egyet érint ez a probléma. Az allergia tünetei és fajtái között is teljes a káosz, hiszen a légúti betegségektől, a szemproblémán keresztül a hasi panaszokig, illetve a bőrtünetekig minden jelen van az allergia kapcsán, és igazából az allergia okait a mai napig is kutatják, és rengeteg olyan új allergént fedeznek fel, amiről az emberek nem is tudnak, sőt, egyre bonyolultabbá és egyre kifinomultabbá válik ez a kimutatási rendszer, tehát valószínűsítem azt, hogy ha jól megnézzük ezeket a történeteket, akkor valaki biztos valamire allergiás lesz. Amit az allergia okai között megemlítenek, az a túlzásba vitt higiénia, hogy túlfertőtlenítünk mindent, a másiknál pedig pontosan a levegő szennyezettségét nevezik meg, a túl sok magunkhoz vett kemikália, legyen ez ételekben, illetve kozmetikai szerekben levő károsanyag, sok antibiotikumot is ide sorolnak fel, hiszen a vastagbél és a bőr bélflórájának ezt a tönkretételét is az ők számlájukra írják, de ott van a mozgáshiány, az egészségtelen táplálkozás, illetve a fokozott stressz. Az akadémiai orvoslás szerint a testünk rosszul van összerakva, ez csak egyeseknél fordul elő, jobban mondva minden a harmadik embernek a teste olyan módon van működésben, amely egy hibás választ ad a szervezetben, tehát egy túlérzékenységről beszélünk akadémiai orvoslás szerint. De hogy lehet az, hogy ez a túlérzékenység ez egyre gyakoribb? És miért van az, hogy egyesek csak egy bizonyos idő elteltével lesznek allergiások, hiszen a szervezetük ugyanúgy volt felépítve ezelőtt 3 évvel is, mint ma. Tehát kicsit érthetetlen számomra, laikusként, ez a fajta megközelítés. Mit lehetnek az allergiák, illetve miért szerepel az a szó vagy kifejezés a webkonferencia címében, hogy sínek, amelyek emlékeztetnek egy fel nem oldott konfliktusra? Egyáltalán milyen konfliktusokról beszélünk, erre fog mai este dr. Budai László Károly háziorvos, természetgyógyász, életmód tanácsadó és GNM terapeuta beszélni. Halljuk azt, hogy mi az oka az allergiának, és melyek ezek a sínek, és milyen konfliktusokról beszélünk egyáltalán, mit jelent a germán gyógytudomány. Nagyon köszönöm Rékának a felvezetőt, hiszen már is rámutattál néhány alapvető dologra. Hogy létezik az, hogy 3 évvel ezelőtt még megittam a tejet, és semmi bajom nem volt tőle, és most, mit ad Isten, allergiás lettem a tejre. Aztán allergiás lettem a kenyérre, gluténre, vagy bármire. Vagy csak egyes típusú, egy bizonyos típusú vörösborra. Mert hogy a szervezetünk ennyire hajszálpontosan ki tudja keresni azt a sínt, ami emlékeztet engem egy fel nem oldott konfliktusra. Na most hát azok, akik először vannak germán gyógytudomány webkonferencián, azoknak mindenképpen a sínről, a vasúti sínt fog eszükbe jutni, de természetesen egészen másról van szó. Röviden át kell nézzük a germán gyógytudománynak a lényegét, hiszen ennek a megértése nélkül, az ökbiológiai természettörvény megértése nélkül semmi, de semmit nem fogunk az egész előadásból érteni. Tehát kezdjük a germán gyógytudomány atyával, dr. Ikegert Hammer személyiségével. Egy csodálatos tudós emberről van szó, aki még az élete tragédiája előtt nem csak medicinát, hanem teológiát és fizikát is tanult. A felesége szintén kollégina, doktornő volt,
és a felfedezéseinek köszönhetően Heinrich doktor elérte azt, hogy már a jogdíjakból el tudta tartani a családját, már akkor három gyerekük volt, és úgy döntenek, hogy Olaszországban, mégpedig Nápolyban a szegényeket fogják gyógyítani ingyen. Most egy ilyen emberről beszélek, mert nagyon sok igaztalan vádat hoznak fel az interneten is, a szkeptikus blogon keresztül mindenütt, Hammer doktor ellen, de vajon mi ez a nagy megosztottság? Ez abból származik, hogy Hammer doktor az ötbiológiai törvény felfedezésével pontosan rámutatott arra, hogy mi a betegségeink valós oka. Erre élete tragédiája vezette rá, hiszen a 19 éves fiát vesztette el. 111 napon keresztül küzdött a fia életéért, akit az olasz trónörökös halálosan megsebesített két lövéssel, egy korzikai hajó kirándulás alkalmával, és miután 78. december 7-én Hammer doktor karjai közt meghalt a fia, két hónap múlva hereddaganatot állapítnak meg, és elgondolkodik Hammer doktor, hogy kell legyen valami kapcsolat az ő hereddaganata és a fia halála között, hiszen addig ő teljesen egészséges volt. Most ez a gondolat indította el a kutatásokat, és természetesen először a hereddaganat és petefészek rák tárgykörében végzett kutatásokat, több mint 200 beteget kivizsgált első, mondjam azt, hogy első nekifutásra, és mindenkit újra kikérdezve rájött arra, hogy minden daganatos betegség megelőz egy nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatás. Tehát egy súlyos történetről van szó, egy váratlan, meglepetésszerű, hirtelen jelentkező dologról, és ez az érzelmileg megélt konfliktus, amit magányosan élünk át, és benne ragadunk a konfliktusban, nos ez lesz az, ami elindítja a daganat képzést a szervezetünkbe. Nem véletlen tehát, hogy a rák vastörvényének nevezte Hammer doktor ezt a felismerést, és akkor még ő nem tudta, hogy még további négy törvényt is fel fog fedezni. Tehát a rák vastörvénye az első biológiai természettörvény, ami magába foglalja a DHS kritériumokat, és ez csak annyit jelent, hogy Dirk Hammer, bocsánat, félre kattintottam, egy pillanat, türelem. Igen. Tehát a DHS kritérium csak annyit jelent, hogy a Dirk Hammerről, a fiáról nevezte el azokat az ismérveket, azokat a kritériumokat, amelyek kellenek ahhoz, hogy egyáltalán beinduljon nálunk egy értelmes biológiai különprogram. Értelmes, mert látni fogjuk, hogy minden ilyen folyamatnak értelme van, biológiai és különprogram, mert ez különben nem indult volna el, ha mi nem ragadunk bele egy konfliktusba. Na most mindenkinek lesz még az életében váratlan meglepetésszerű történet. Ezzel nem tudunk mit kezdeni. Ez megtörténik súlyos dolgokról, amik érzelmileg minket megráznak. De csak mi rajtunk múlik az, hogy meddig ragadunk benne, mikor oldjuk ezt fel érzelmileg, és mennyire magányosan éljük meg ezt az egész történetet. Ám mert doktor rámutatta arra, hogy a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével indít el szervi elváltozást. Tehát lelki megrázkódtatás nélkül nincs szervi elváltozás. Vagy minden szervi elváltozás mögött megtaláljuk azt a fel nem oldott lelki megrázkódtatást, amit az agy közvetítésével a biológiánk elindít a túlélés érdekében. És itt jön a mai napnak a témája, nem véletlenül kiemelve, és szépen fehér betűkkel, hogy sinek. Mert hogy azok a körülmények rögzülnek, amelyeket megéltünk a konfliktus pillanatában. Nos, az állatok képtelenek tudatosan feloldani a félelmeiket, tehát ők ösztönösen kerülik a sineket. Azt a helyet, ahol az életük egyszer veszélybe került, a széles hívbe ki fogják kerülni.
Ilyen történeteket baráti körből is hallottunk, hogy egy kiskutyát egy utcán egy nagy kutya nagyon, de nagyon megijesztett, és azon az utcán nem lehet a kutyát átvinni, csak ha ölbe veszik. Ha egy kutya egy autóban él meg egy kellemetlenséget, mondjuk egy fékezésnél neki csapódik a szélvédőnek, többet ő abban az autóban nem fog beülni. Tehát ők, mivel kerülik a sineket, nyilvánvaló, hogy a krónikus betegségeknek a kialakulása is egy ritka dolog. Nem jönnek itt számításba ugye a háziállatok, mert azok nem természetes körülmények között élnek, ezért betegszenek meg a háziállatok, illetve hát mondjam úgy a mindenféle természetellenes körülmények között tartott tehenek, libák, tyúkok, stb. Viszont a vadállatok kint a természetben ösztönösen kerülik a sineket. No, de mit tudunk mi emberek tenni? Akkor úgy kéne éljünk, mint az állatok? Hiszen a mi fejünkben nem sinek, hanem pályaudvarok vannak, kérem szépen. Annyi fel nem oldott konfliktusunk van, hogy döbbenetes. Ugye egy tanfolyam elvégzése után jövünk rá arra, hogy úgy néz ki, hogy Hammer doktor a tudományos táblázatát rólunk írta az egészet. Nos, a jó hírem az, hogy az ember képes feloldani tudatosan a félelmeit, és ez fog oda vezetni, hogy ha megoldottam érzelmileg is a konfliktusomat, akkor a sinek eltűnnek. Hadd kérdezek a laikus szemléletével egy érdekeset. Azt szeretném összegezni, hogy jól értem-e a sínek szerepét az életünkben. Tehát sín mindaz a testemen kívül lévő körülmény, amit egy adott konfliktus megtörténésekor a szervezetem észlel. Páratartalom, ízek, illatok, színek. Ez mindaz, ami a testemen kívül történik, csak az a sín, vagy lehet olyan is, ami bennem van. Mondjuk éppen valamit eszek, rágok, nyelek. Hát természetesen a minden, amit észlelünk, mondjam így. Az észlelésben benne van az is, hogy éppenséggel mit emésztek. Mert ugye az is kívülről jutott a szervezetemben, még feldolgozás alatt van az, amit éppen eszek, csak éppen elfelejtek odafigyelni arra, hogy mit eszem, ebben kezdek mással foglalkozni, tévét nézek, és dühbe gurulok, mert látok egy olyan riportot. Na most innentől a bosszankodás és az adott ételnek a fogyasztása összekapcsolódik a biológiánkban, és mindig az adott étel fogyasztásakor jönnek majd a megfelelő tünetek, de hát ez a későbbiekben lesz. Felhívnám valami nagyon fontosra még a figyelmet, amit azért meg kell értenünk a sinek kapcsán, mégpedig azt, hogy szó szerint idézve Hammer doktor, ugye minden lelki és szervi folyamat összeütközésben áll az aggyal, és ott történik azok koordinálása. Az agy a kvázi a szervezetünk nagy számítógépe, melynek lelkünk a programozója. Másfelől a test és a lélek is programozhatja közösen a számítógépet, jól vagy rosszul. Mert semmiképp sem csak úgy igaz, hogy a lélek, az agy és a szerv, a lélek, az agy és a szerv programozója, hanem esetleges sérüléseknél, tessék figyelni, a szerv is elindíthat egy automatikus programot az agyban és a lélekben. Tehát egy nagyon lényeges dologra világít rá Hammer doktor, hogy ezek az összefüggések oda-vissza működnek. Nem kell másra gondolnunk, csak arra, hogy például, ha valakinek az emésztő rendszerében műtétileg belenyúltak, és kivették a bélrendszerének egy jelentős részét, a mája már konfliktusként fogja felfogni azt, hogy nem érkezik elegendő táplálék a szervezetébe, és innentől fogva beindul a máj program, az éhenhalási program. Tehát ez egy műtéti beavatkozás után teljesen természetes. De az is teljesen természetes, hogy egy kemoterápia következtében a máj méregtelenítési feladatát csak úgy fogja tudni valahogyan elvégezni, ha szövetszaporulat indul el a májban, pontosan azért, hogy ezt a töménytelen mérget valahogyan megoldja, és ezt már máj áttétnek fogják nevezni. De vannak ennél egyszerűbb dolgok, nem kell rögtön a legrosszabbakra gondolni, csak szerettem volna felhívni a figyelmet arra, hogy a sinek
Ugye elindítják a programot a szervezetünkben már konfliktus nélkül. Tehát itt már nincs újabb lelki megrázkódtatás. Tehát itt nem arról van szó, hogy szöveti szinten indul el a program. Egy meglévő emlék alapján. Nem élünk meg újabb lelki megrázkódtatást, de a program újra és újra elindul. Csupán a sín az emlékeztető körülmény látványától. Így van, és ez lesz az, ami biztosítja számunkra a krónikus betegségeket. Na de ne feledjük, hogy mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése. És ezt azért írtam ide be Hammer doktor szövegébe, mert nem az számít, ahogy mi történt velünk, hanem hogy mi azt hogyan éltük meg. Itt utalok arra, hogy az öt biológiai természettörvényt, ha valaki időt szára is végignézi, akkor ennek a mondatnak a lényegét abból meg fogja érteni. A második biológiai természettörvényt Hammer doktor leírja, hogy mi is történik a DHS után. Tehát itt van az első biológiai természettörvény, és ez a grafikai ábrázolás az időtengelyen, a vízszintes tengelyen pont azt mutatja meg, hogy időben mi történik a szervezetünkben. Megtörtént egy váratlan esemény, és ha már az emésztési problémával kezdtük, mondjuk azt, hogy éppenséggel nyugodt körülmények között ebédelünk, és éppenséggel eszem azt, túrós laskát eszünk, vagy túrós csuszát, vagy valami túrós tésztát, jó? Egyezünk meg, vagy túrós palacsintát. Ebben a pillanatban értesülünk valamiről, ami hát egy váratlan meglepetésszerű történet, valaki bejön és közöl valamit, amit az apuka úgy fog fölfogni, hogy ez nagyon bosszantó dolog, és a bosszankodást összeköti a szervezete a túróval és a gluténnel, és ebben a pillanatban sínként a glutén és a tej el fogja indítani újra és újra a programot. A megoldási szakaszban a tünetek átmenetileg csökkennek, de itt jön a lényeg, az epileptoid krízis, amikor aztán fokozottan jelennek meg a bélmozgások, bélgörcsök formájában. Ugye úgy érezzük, hogy kiegyenesedtek a beleink, és nagyon heves bélműködés következtében, mert ugye laza székletek miatt rohanunk a WC-re. Nos, ez csak arról szólt, hogy éppen amikor ebédeltem, akkor történt egy váratlan meglepetésszerű esemény, amit így éltünk meg. No de, abban az esetben is rögzítem én a körülményeket, hogyha ez a bosszantó történet egy munkahelyi probléma, és akkor természetesen, ha nem oldom fel a munkahelyi problémámat, ami bosszant, valahányszor bemegyek a munkahelyre, ezek a dolgok újra meg újra ismétlődni fognak. A KM a konfliktus megoldását jelenti. Csak kérdés, hogy hogyan oldottuk meg. Oké, én ezt nagyon el tudom fogadni, hiszen én is voltam már olyan helyzetben, amikor allergiás voltam a főnökömre. Ezt azért többen megéltük, de hát az embernek valahogy meg kell élnie. Most bármelyik munkahelyen érhet olyan dolog, ami így számomra van. Kellemetlen. Milyenkor a megoldás lépjek ki? Adjam ott a munkahelyen? Nem, hát ez egy olyan biológiai megoldás, amit a vadállatok is megcsinálnak, kikerülik azt a helyet, ahol neki kellemetlen volt valami. De nem új ékel nap a te haragoddal, ezt minden alkalommal elmondom, este zárjuk le a konfliktusainkat békével, és az új nap az legyen tiszta lappal kezdve. Még a főnöknek, az anyósnak, a szomszédnak, mindenkinek adjuk meg a tiszta lapot, a lehetőséget, hogy hát ha ma nem lesz olyan, mint tegnap volt. És ezt még közölhetjük is vele, hogy igaz, hogy tegnap megbántottál, vagy ezt tetted, vagy azt tetted, de tudd meg, hogy nem haragszol. És ez az igazi megoldás, amikor érzelmileg oldottam fel az egészet, mert akkor gyakorlatilag a program kifut, a sinek eltűnnek, és nem lesz belőle krónikus betegség. Mert hogy a krónikus betegségek vajon mitől jelennek meg? Hát attól, hogy meg se oldom a konfliktust, ez már eleve egy folyamatos
mondjam azt, hogy védekezési, túlélési programot tart életben a szervezetünkben. Ne feledjük el, hogy nyilván az önleértékelési konfliktusok kivételével az összes biológiai programnak a biológiai értelme itt valósul meg a konfliktus aktív szakaszban. Arra, amit én érzelmileg nem tudok megoldani, a biológiám ad egy biológiai választ. Van egy megemészhetetlen bosszúságom, kapok hozzá emésztő enzimet, hogy minél több, minél jobban meg tudjam én ezt emészteni. És ez lesz egy állandó gyomorsav túltengés, ami aztán odáig fejlődik, hogy kifejlődni egy a gyomor nagy görbületén egy daganat, egy szövet szaporulat, mert még mindig nem oldottam meg a konfliktusomat. Jön a policiklikus lefolyás, ami csak arról szól, hogy látjuk, hogy a program végigfutott, de valamiért ugye mindig újra, meg újra, meg újra elindul. Vajon miért indul el újra? Mert nem oldottam meg érzelmileg. A konfliktus feloldása nem érzelmileg volt, hanem éppenséggel lekerültem a sinekről a újabb környezetben, vagy újabb kihívások miatt, már nem azzal foglalkozom, hanem azzal, ami újra előttünk van. Ugye erre szoktuk mondani, hogy zaklatott az életünk. Na de itt van a harmadik dolog is, a függőgyógyulás, ami csak azt jelenti, hogy a megoldási szakasz bevezető részében akadt el a program. És miért? Mert túl gyakran kerülök sínre, és mindig beindul a megoldás, de elakad, és újra elakad, és újra elakad. És ez lesz az, ami föntartja folyamatosan a gyógyulási szakasznak a tüneteit. Tehát a krónikus betegségekért mi vagyunk felelősek, mert nem oldjuk fel a konfliktusainkat, benne ragadunk, mondjam azt, hogy ragaszkodunk ahhoz, hogy gyűlöljük a főnököt, vagy éppenséggel bárkit, és mivel nem vagyunk jelen a pillanatban, nem zárjuk le a dolgainkat békével, ezért a sinek fognak gondoskodni arról, hogy újabb és újabb tünetek megjelenjenek váratlanul, és éppen akkor, amikor nem is számítunk rá. No de, a Hammer doktornak a zsenialitása többek között abban is megnyilvánul, hogy a kutatását még itt nem hagyta abba. Leásott egészen az embriológiáig, vagyis a méhen belüli élet kutatásába, pontosan azért, hogy felismerje, hogy az egyes szerveink és az agy között milyen összefüggés van. Mert ugye ne feledjük, hogy minden szervünk, minden szövetünk a megtermékenyített petesejtből jött létre, ugye mindannyian így alakultunk ki, és az sejtosztódás következménye az volt, hogy lett három csira lemez a sok-sok sejtből, a szedercsira állapotból, majd megtörténik a beágyazódás, és kifejlődik a három csira lemezből minden szervünk, minden szövetünk. A három szín, a sárga, a narancs és a piros színek a három csira lemezre utalnak, és nyilvánvaló, hogy egy kép jobb oldalán azt is látjuk, hogy milyen az agy és szervi kapcsolat. Láthatjuk, hogy a sárgával jelzett belső csiralemez, vagy endodermának nevezett csiralemez sejtjeit az agytörzs irányítja. Az agytörzsben lévő relék idegi központok biztosítják számunkra a túléléshez szükséges feltételeket. És mi az, ami az ahhoz szükséges, hogy egyáltalán életben maradjunk? Hát kell hozzá... Hát kell hozzá levegő, kell hozzá víz, táplálék. Igen, és itt pontosan a táplálékot látjuk ábrázolva, a tápcsatornát, vagyis a táplálék falat, a levegő falat és a víz falat az a három tényező, ami kell az életben maradáshoz. Ne feledjük, hogy az űrhajósok ezeket magukkal kellett vigyék, hogy életben maradjanak. Tehát, ha valakinek van otthon elegendő levegője, vize és némi tápláléka a hűtőben, akkor már is megnyugodhat, hogy a létezéséhez minden feltétel adva van. A középső csíralemez, vagy mezodermának nevezett csíralemez sejtjeit két idegi központ vezérli, a kisagy, és amit itt fölötte látunk, az a fehér állomány.
Nos, a kisagy azokkal a félelmeinknek, azokkal a félelmekkel, azok megoldásával foglalkozik, amelyek arról szólnak, hogy támadás, bemocskoltság, gondozás. De ne feledjük, hogy az agyunk nem tesz különbséget valóságállom illúzió közt, tehát egy illuzórikus támadás, vagy bemocskolták a becsületem, vagy övön aluli ütésként éltem meg valaki, de senki nem nyúlt hozzám. Ezek is beindítják, ezek az érzelmek a kisagy közvetítésével a hozzátartozó szövetekben a sejtek szaporodását. Az írha az, amit a kisagy vezérel, és a burkok, a hashártya, a mellhártya és a szívburok, és mivel az írha járulékaihoz a verejtékmirigyek, fagyumirigyek hozzátartoznak, és az emlőmirigyek is módosult verejtékmirigyek, ezért tartozik a kisagy vezérlése alá a gondozási konfliktus. Mi az, hogy gondozási konfliktus? Az, hogy túlzásba viszem az aggódást egy szeretett élő lény miatt. Nagyon lényeges dolog. Egy szeretett élő lény miatt. És itt jön be az a kérdés, hogy kezesség, anyagyerek, partner oldal. Részletek az öt biológiai természettörvény részletes előadásában. Csak egy kérdésre hadd akasszom el a gondolatait, Karesz. Azt kihangsúlyoztat, hogy élő lény, tehát ez lehet ember, vagy állat, akár. Igen, azért mondtam, hogy élő lény, mert éppen a mai nap is megtapasztaltuk, hogy egy kutya miatt, akit úgy szeretek, mintha a gyermekem lenne, is képes vagyok meldaganatot létrehozni. Ez elképesztő. Ez elképesztő, de így van. Vagy egy kutya halála miatt is tudok halálfélelmi konfliktust elindítani, ami az én tüdőben fog tüdőszövet szaporulatot okozni. Nos, a fehér állomány, ez a narancssárga kifliszerű képlet itt oldalmetszetből. Azokra az érzéseinkre fog reagálni, amikor valahányszor mi leírjuk magunkat. Ez az önleértékelés természetesen önpusztító folyamat, és a sejtek szintjén mindig a sejtek sorvadásával, vagy ulcerációk, fekélyek kialakulásával fog járni. Tehát itt nem szaporítunk első lépésben, hanem bontunk. Viszont a megoldásban a visszaépített sejtömeg nagyobb lesz, mint amit lebontottam, és ez az a program, ahol a biológiai értelem a megoldás végén érvényesül. Mint mondtam a bevezetőben, a többi programnál a biológiai értelem mindig a konfliktus aktív szakaszban érvényesül. Most ott tartunk tehát, hogy önleértékelés. Ezek az érzéseink, amikor mi nem tartjuk magunkat elég jónak, elég ügyesnek, leírjuk magunkat, mert már megint nem adtak nekünk igazat. Tönkrement az életművem, belegyalogoltak az önérzetembe, képtelen vagyok kiállni magamért, képtelen vagyok a kezemben tartani a folyamatokat, minden ilyen képtelennel kezdődő mondat elindítja az adott helyen az adott szövetnek a sorvasztását. Na most a helyet, az, hogy hol kezdek el bontani, pont maga a konfliktus határozza meg. Az igazságtalansággal kapcsolatos konfliktus mindig a nyakamat fogja bontani. És az érzés erőssége meghatározza, hogy ezen a szinten milyen szöveteket bontok. Milyen szöveteket? Azokat, amelyek mozgással kapcsolatosak. Tehát csont, ízület, izom, izmokat ellátó erek, és kötőszöveti sejt, vagyis zsírszövet, ami biztosítja még a plusz energiát. A legenyhébb önleértékelés a zsírszövetet, a legsúlyosabb önleértékelés a csontokat fogja érinteni. Lásd a megfelelő webkonferencia anyagokat az ízületekről, a csontokról és a vérképzésről. Az ektoderma, vagyis külső csíralemezből származó sejtjeinket az agykéreg irányítja. Nyilván, hogy a legkomplexebb feladatot az agykéreg fogja ellátni, és amit itt látunk ebben a piros babában, ez csupán csak
az elválasztási konfliktusokra utal, vagyis a bőrünknek legkülsőbb részére, az ektodermális labhámra vonatkozik. Az elválasztási konfliktuson kívül az agykéreg a birtok konfliktusokat, a jövőtől való félelmeinket, a múltból érkező félelmeinket, az akaratlagos mozgásainkat is irányítja, valamint olyan programokat, ahol nem bontunk, nem építünk sejteket, viszont működést változtatunk, és mondjuk egy ilyet, cukorbetegség. Még tehát ez is gyógyítható. Nos, a harmadik biológiai természet törvényt felfedezve már világos lett Hammer doktor számára, hogy miért van az, hogy egyes sejtek a konfliktus aktív szakaszban szaporodnak, mások bomlanak. És vagy, miért van ez? Hát pont a csiralemez határozza meg, hogy honnan származik. Mert minden, ami itt sárga színnel jelölve, azt jelenti, hogy endodermális, tehát falat konfliktusról van szó, vagy támadási, gondozási konfliktusról, mindig itt szaporítani fogunk, és a megoldásban lebontani. Nyilvánvaló, mert felesleges sejteket nem tartunk el, és ha valóban eljutottunk a megoldáshoz, akkor lebontjuk a felesleges sejteket. Nyilván, ha elakad a program, akkor itt állandó gyulladásos tüneteket fogunk tapasztalni. Azoknál a programoknál viszont, ahol először sejtet bontok, mint az önleértékelés, elválasztási konfliktus, birtokkonfliktusok, mindig először bontok, a megoldásban visszaépítek, és természetesen, hogy a visszaépítés során lesznek tüneteink. Az epileptoid krízisben ne feledjük el, hogy mindig a legsúlyosabb tüneteket fogjuk megtapasztalni. De itt a tünetek erőssége csak attól függ, megint csak tőlünk függ, mennyi időt ülünk a konfliktusba. Megint csak oda jutunk vissza, hogy nem újjék el a nap a te haragoddal, zárjuk le mai nap is minden kellemetlenségét békével, engedjük el, köszönjük meg, mit tanultunk belőle, és innentől kezdve garantáltan maximum egy napig lesz némi, hát kellemetlen közérzetünk. Hadd kérdezzem meg azt a kérdést, hogy az a harmadik természet törvény, hogy az egyet fejlődéstől függ, hogy a két szakaszban mi fog történni. Említetted, hogy sejtet szaporítunk, bontunk. A bontást azt kik végzik? Hogyan történik ez a bontás? Miben, mi segít ebben nekünk? Nyilván a felesleges sejtek lebontása is minden az agy közvetítésével történik természetesen, és a megoldási szakaszban jönnek a mi mikrosebészeink, a mikrobák. Azok, akikkel mi szimbiózisban élünk, azok, akik velünk együtt élnek, és nem a környezetben felelhető számunkra ártalmas mikrobákról beszélek, például tetánusz. Tehát ha valakinek szúrt sebe van a rozsdás szektől kezdve bármi, akkor legyen szíves a tetánuszoltásért sürgősen elmenni. Mert a tetánuszt nem tudjuk, amikor már a tünetek kialakulnak, nem tudjuk megoldani. Tehát arcokról, a baktériumokról, vírusokról és gombákról beszélek, amelyekkel tehát szimbiózisban együtt élünk. És nyilván a kidőlt fákat is az erdőben a gombák bontják le. A felesleges sejteket a tápcsatorna, a légútból, a vese gyűjtőcsatornából, illetve hát mondjam azt, hogy prostata és mély nyálkahártya lebontásánál is, a gombák fognak elsősorban segíteni nekünk, vagy a gomba baktériumok, azaz TBC baktériumok. A szövetek visszaépítésében, amikor már izomzatot, csontot építünk vissza, akkor igenis vannak bennünk olyan baktériumok, amelyek jelen vannak és segítenek a visszaépítésben, illetve az elsorvasztott nyálkahártyák visszaépítésében a vírusok segítenek. Ez lesz, ha elakad a program, akkor fogunk nagy számban kimutatni hepatitis vírust, mert nem vagyunk képesek a bosszankodást az életünkből kiiktatni, vagy éppenséggel, hölgyeim, humán papilloma vírus lesz kimutatható a mészáj sebben. Miért? Mert még mindig a féltékenység
az életünknek egy alapvető érzése. Az ötödik biológiai természettörvényben Hammer doktor megkoronázza a felfedezését, mert ez a lényeg megértésének a törvénye. Rájövünk arra, hogy az úgynevezett betegségek nem ellenünk történnek, hanem minden a túlélésről és a faj fenntartásáról szól. Minden erről szól, csak kérdés, hogy értjük vagy nem értjük ezt a folyamatot. És ha nem értjük, akkor beszélünk a szervezet mindenféle üzemzavaráról. Éppen ezt olvastam az allergiáról is. Természetes, hogy ezt olvassuk róla is. És pontosan az a germán gyógytudománynak a nagyszerűsége, hogy végre tisztánlátást ad számunkra azokban az eddig ismeretlen vagy rossz indulatúnak nevezett folyamatokban, amelyeket eddig nem értettünk. De minden lényegre rámutat a germán gyógytudomány, és ezért nevezi Hammer doktor értelmes biológiai különprogramnak mindazt, ami bennünk történik. Nem az Isten vagy a sorscsapás, ami velünk történik, hanem a tudatlanságunk miatt maradunk bent a konfliktusban, vagy nem oldjuk föl érzelmileg a dolgokat, és a sinek gondoskodnak arról, hogy a tünetek újra meg újra jelentkeznek. Szóval a jó Isten nem ver minket, tudjuk mi verni egymást meg önmagunkat, a tudatlanság miatt éppen eléggé. És akkor eljutottunk oda, hogy mi is az az allergia. Most már világos, hogy azok a körülmények, amelyek rögzültek a DHS alatt, vagyis a konfliktus pillanatában. Na most normális esetben, amikor a sinek aktiválják az egész programot, akkor egy szöveti szintű reakció indul be. Ugye itt már nincs érzelmi megrázkódtatás. És ekkor az immunglobulin M, A és G fognak sejtszintű reakciókat okozni. Ez teljesen természetes. Megjegyzem, hogy az immunológia, amikor én még egyetemre jártam, még nem kötelező tantárgy volt, mert még igencsak gyerekcipőben járt, azóta igencsak kinőtte magát. De itt egy olyan dologról van szó, ami teljesen természetes, benne van a szervezetünk védekező rendszeréről van szó. Lehet ezt külön immunológia fejezet alatt beszélni, tárgyalni, de amíg nem tudtunk az immunológiáról, addig is védekezett a szervezetünk. Tehát az ultraspecializálódás, az akadémikus orvoslásnak az a szemlélete, hogy szervek szerint szedik szét az emberi testet, és a specialista csak azzal az egy dologgal foglalkozik, az már éppen elég ahhoz, hogy ne lássák egybe az egészet. Lám régen volt belgyógyász és kész. Na most már a belgyógyászból kifejlődött a pulmonológus, a kardiológus, a gastroenterológus, a nefrológus, és ebből az allergológus, és hadd ne folytassam. Tehát az belgyógyászat már csak egy alapszakvizsga, amit aztán tovább lehet fejelni még újakkal. De az, aki egy életen keresztül mondjuk csak egy bizonyos szervi elváltozással foglalkozik, kérdem én 20 év után mit fog tudni az emberi test többi részéről. Most ugye a germán gyógytudományt megismeri, az egyben látja a történteket, és innentől kezdve látja az összefüggéseket. Nos, térjünk vissza tehát oda, hogy ezek az úgynevezett immunglobulinok, amelyekről szó volt, ezek teljesen normálisan jelennek meg. Viszont, ha a DHS, ez egy rémületfélelem konfliktus is társul, akkor ez az úgynevezett immunglobulin E kötődik az idegen anyaghoz, és ez anafilaktikus reakciót fog létrehozni a szervezetünkben, mert felszabadulnak az úgynevezett hisztaminok, citokininek a megfelelő sejtekből. Ez az anafilaktikus reakció, ez egy túlreagálása a szervezetnek a védekezés során, és ezt látjuk a kvinkve ödéma kapcsán ezen a fényképen. Csupán egy daráscsipés elég ahhoz, hogy valakinek anafilaxiás sokkal legyen. De miért? Mert volt egy daráscsipés, amit nagyon, azért egy daráscsipést váratlanul élünk meg, és egyezünk meg, akit már csípett meg darás, hogy az nem egy kellemes érzés. Így van. És benne marad a félelem a darástól. És amikor újra megcsípi, megrémül az egésztől, és
egy túlzott biológiai válasz fog beindulni ebben a helyzetben, és kialakul a kvinkveödéma. Most ebben az esetben elnézést, de a terápiában mindenképpen bele kell menjek, mert életmentésről van szó, és ilyenkor az adrenalin vagy az epinefrin az, amit egyedül hatékony. Kérem szépen, antihisztaminikumot hiába adunk, szteroidokat hiába adunk, hadd ne beszéljek a kálciumról, mert ugye kálcium intravénás beadásának semmi, de semmi hatása vagy indikációja nincsen, de érdekes módon utána néztem, és kiderül, hogy a metilénkéknek símaizom ellazító hatása van. És miért lényeges ez a dolog? Azért lényeges, mert ki fog derülni, hogy a símaizmok aktiválódnak itt. Az anafilaxiában a értágulat jön létre, tehát elernyednek a símaizmok, és ezért zuhan a vérnyomás, és ez elvezethet egészen az eszméletvesztéshez. A úgynevezett hízósejtek és bazofilek az ötféle fehérvérsejtnek az egyik fajtát úgy hívják, hogy bazofilek. Tehát ezeknek a száma attól függ, hogy hány meg nem oldott, sínen maradt konfliktusunk van. Ezek már fel vannak készülve arra, hogy ha kell, akkor rögtön az általuk termelt hisztamin bekerüljön a keringésbe. És nagyon érdekes, hogy az anafilaxiás reakciót megélt gyerekek, ugye 90%-a előzőleg már asztmás volt. Tehát van már egy érzékenyítése a szervezetünknek azon a téren, hogy ezek a bazofilek és hízós ejtek, ezek hogy mondjam, készenlétben vannak már egy régi emlék alapján. És amikor újra jön az egész, és megrémülök, akkor ne csodálkozunk, hogy a gége össze fog húzódni, meg a hörgők, és ezt az egész történetet hát egy életveszélyes állapotnak tekinthetjük. Csak egy gondolat erejéig. Azt mondod, hogy az anafilaxiások 90%-a előzőleg már asztmás volt. Mi kell ahhoz, hogy valaki asztmás legyen? Csak egy mondatban foglalj hát össze. Jó, most a idézet az akadémikus orvoslászból, az asztma gyulladásos betegség. Miért? Mert gyulladásos tüneteket fognak mindig a megoldási szakaszban tapasztalni. De van, beszélnek gyulladásos, meg beszélnek allergiás asztmáról. Hát nyilvánvaló dolog az, hogy akkor beszélhetek allergiás asztmáról, amikor a sinek emlékeztetnek engem egy meg nem oldott történetre, és beindítom az asztmát. Különben az asztmához a birtokféltés kapcsolódik, tehát birtokféltést megélt helyzet, és a környezeti tényezők, amiket megjegyez a szervezetem, már is egy allergiás asztmát fog úgymond elindítani a szervezetemben. Birtokféltés konfliktus ba beletartozik az, hogy féltem az egészségemet, megcsípett egy darázs, ja Istenem, mi lesz velem? Nem. Az egészségem féltem? Nem, a darázs az rémületfélelmet fog kiváltani. A birtokféltés egy gyereknél, érdekes módon, féltem az anyámat, mert anyám és apám folyamatosan veszekednek. És ha én féltem az anyámat gyerekként, akkor a gyerekkori allergia ki fog alakulni. És milyen érdekes, amikor már felnő, a gyerek akkor kinövi. Mert megváltozik, lezárja a gyerekkornak a konfliktusait, számára már azok a konfliktusok nem lesznek, mondjam azt, hogy életbevágóan fontosak, mert ezeket már átértékeli felnőttként az, ami gyerekkorában probléma volt, és így nőjük ki idézőjelben nem csak az allergiás asztmát, hanem az összes gyerekkori betegségünket. Gyakorlatilag felnőttkorban is, ha átértékelem a konfliktusnak a minőségét, súlyát, rám való hatását, akkor ebből mind a gyerek ki tudok hát nőni? Hát természetes, csak végre rá kellene jöjjünk arra, hogy nem kéne ragaszkodjunk a régmúlt dolgoknak a kellemetlenségeihez, mert hiszen a múlton már változtatni nem fogunk. Viszont a hozzáállásunkon tudunk változtatni, lásd itt van, hogy miért növik ki a gyerekek a dolgokat. Már is nem tudom, észrevették-e, hogy már hány megoldás
hangzott itt el, hogy mit kéne tenni ahhoz, hogy. De még megyünk a részletekbe. Ugye szó volt arról, hogy a légzőrendszert érintő, a bőrtünetek és az emésztőrendszeri tünetek azok, amelyek leginkább a leglátványosabb allergiás történéseket létrehozzák a szervezetünkben. Ne felejtjük el, hogy az allergológia már több mint 700 féle tényezőt kimutatott. Ez teljesen természetes, mert azért a mai vegyipari környezetünkben lévő rengeteg vegyszer naponta 4 új vegyi anyagot talál ki az emberiség. A szervezetünk teljesen védtelen ellene, és nyilván egy szöveti szintű reakciót fog beindítani mindenféle DHS nélkül. Ez lesz a kontakt allergiának a lényege. Azt mondod, hogy a szöveti szintű választ ad erre a jelenségre, de látjuk ezen a kivetített oldalon a bőrtüneteket. Hát azért egy rovarcsípéstől mindenki szeretne elválasztódni, ez egy nagyon kellemetlen folyamat. Ez természetes, hogy de nem csak az elválasztást éli meg az illető, hanem megéri a szúrást is, és az a méreganyag, ami bekerül a fullánkkal, az bőrünk alá, az azonnal a hisztamint aktiválja, és hát persze rögtön felpuffad, és gyullad, és minden. Tehát két dolgot is megélek, egy szöveti szintű reakciót, meg egy érzelmi reakciót, és nem is egy érzelmit, hanem esetleg kettőt, hármat, négyet. Főleg, ha rám szólnak, hogy ne csináld már, hát csak ez egy bogárcsíp, és el fog múlni. Senki nem veszi ezt komolyan, igen, és teljesen egyedül maradok ezzel a helyzettel, hiszen mert nem akarják megérteni. Nekem fáj egyedül ez a történet, igen, és ezben még benne van a magányosságom, a meg nem értettségem is. Így van, tökéletesen megvan minden, ami kell egy DHS. Ez. Aztán itt vannak az idegen anyagok, ugye a gyógyszerek. Ez se egy természetes dolgokról van szó, a gyógynövények azok velünk együtt vannak, de a gyógyszerek, amit az ember kitalál, azért az egy más történet. Itt van a kontrasztjavítószerek. Kiderült, hogy nem a kontrasztanyagra, hanem a kontrasztjavítószerekre érzékenyek azok, akiknek ilyen problémáik voltak. Olyanról is olvastam, hogy tetoválás allergia. Persze, hogy van. Hát hogy ne lenne? Hát maga az anyag, amit a tetoválással alkalmaznak, de kérdés, hogy hogyan élem én azt meg, míg ottan szurkálnak engem. Én nem tudom, nekem. Én sem tudom, mert nincsen semmi tetkó rajtam, de visszautalok a második fóliára. Az egyetlen valóság az én megélésem. És ez fogja eldönteni, hogy kinél mi fog kialakulni. Hogy milyen igazad van? Nos, nézzük akkor a pollen allergiákat. Ugye hibáztatjuk a vadkendert, azaz az egyik legtökéletesebb gyógynövényt, a parlagfüvet magyarul, ami Királyok eledele néven is ismert. Ténylegesen könyvet olvastam róla, hogy sportoló megette a futballpálya szélén a parlagfüvet, és tökéletesen jól működött az immunrendszere. Szegény parlagfüvet kineveztük hibásnak, holott ő az, aki a föld sebeit, a föld kéreg sebeit elsőként gyógyítja. Tanulhatnánk a parlagfűtől, mert ő beborítja a feltépet földkérget, 5 éven belül meg már ott nem találjuk meg. Átadja a helyét a többi növényeknek. Aki nem hiszi, járjon utána. De miért mi a gond vele? Hát a pollennyef minden szennyezettséget a környezetünkből magához köt, és nem a parlagfűre leszünk allergiások, csókolom, hanem arra a szennyre, amit mi a környezetünkbe kipakolunk. Mert érdekes módon budapesti gyerekek, mikor elmennek a Mátrába, és ott parlagfüvet látnak, ott nem tüsszögnek tőle. De Budapesten kimutatják a parlagfű allergiát. Szóval vannak itt még tisztázandó kérdések, de miért is alakulnak ki a pollen allergiák? Az orrunk miért lesz taknyos? Miért tüsszögünk? Mert valójában van egy bűzkonfliktus. De hát ezt a pollen jelentésként halljuk folyamatosan, hogy mikor mi virágzik, jó, minek hát a koncentrációja mennyi. Tehát eleve olyat is olvasunk, hogy a dohányzás tüdőrákot okoz. Hát
A tüdőrákot a halálfélelmi konfliktus okozza, és ezzel nem azt mondtam, hogy a dohányzás egy egészséges történet. Csupán tegyük tisztába, hogy a tüdőrákban meghaltaknak több mint kétharmada soha nem dohányzott. Na, szóval ott tartunk, hogy bűzkonfliktus. Mit jelent ez, hogy valami nagyon gyanús nekem, vagy szoktuk mondani valami bűzlitániában. Amikor megélek egy gyanút, akkor mit csinál a szervezetem? Hát ki akarom szaglázni a gyanút? Hát figyeljük oda, hogy a szaglásnak az állatvilágban mekkora jelentősége van. A nyúl ki kell szagolja, hogy nincs-e ott a környezetében a róka. És ha a széljárás hozza a rókának a szagát, akkor a nyúl azonnal elfut. De ugyanez a kérdés az, amikor ugyanezt csináljuk mi biológiai lényként, ha valami nagyon gyanús számunkra. És a konfliktus aktív szakaszban, mivel sorvasztjuk a nyálkahártyát, és aktiváljuk, még jobban élesítjük a szaglás érzésünket, csak itt nem akarok belemenni, hogy még milyen szerveink ebbe besegítenek. A lényeg az, hogy konfliktus aktív szakaszban csak nyálkahártya sorvadáson semmi tünet. De a megoldásban jönnek, mondjam úgy, a nedves, gyulladásos tünetek, amit népi nyelven takonykornak nevezünk, és a tüsszenés az epileptoid krízist mutatja, ez lesz a hárci, utána pedig hegesedéssel gyógyul a folyamat. De mennyire furcsa a magyar nyelv, mert ilyenkor, amikor valaki tüsszent, akkor azt mondjuk rá népiesen, hogy igaz. Tehát a gyanú beigazolódott. Gyanú beigazolódott. A népi bölcsességet nem kéne száműzni, még a medicinából sem. Nagyon jó megfigyelések vannak a népi gyógyászatban is, csak hát kéne tudni, mondjam azt, hogy ezeket tudományos alapra helyezni. És a germán gyógytudomány ebben pontosan segít nekünk. Megint eszembe jutott valami, ne haragudj, nagyon megtermékenyítő ez a gondolat és ez a mai webkonferencia. Azt mondjuk, amikor valaki tüsszent, hogy egészségedre. Igen, egészséged. Valójában ez az egészségességes, az igen, egészségesedésünk felé vezető út maga igen, a tüsszenés. Igen, mert az epileptoid krízis után már befejezted a programot, tökéletes. Na de hogy is volt azzal a két gyerekkel, akik a Balatonra voltak allergiások? Mindig csak a Balatonon voltak taknyosak, akármilyen más vízpartra elmentek, nem volt semmi bajuk. De a Balatonnál valamit megéltek, ami nagyon gyanús volt számukra. Igen, ez a két fiatalember, ez az édesanyjukkal együtt eljöttek hozzánk egy konzultációra, és megfejtettük azt, hogy a kisebbik gyereknek az első ilyen allergiás tünet együttese rögtön azután lépett fel, hogy bement a Balatonba, és egy óriás hínár, ami körülbelül 15 centi hosszú volt, rátekeredett ennek az alig 3 éves fiatal embernek a bokájára. Nyilván 3 évesen ez egy nagyon erős és komoly rémületet váratlan, okozott. Szerencsére pillanatokon belül apukája lefejtette ezt a hínert a lábáról, de utána gyanús volt neki, hogy ha még egyszer bemegy, és mi van, ha nincs ott apu, komoly bizonytalanságot és komoly elbizonytalanodást okozott ez az életében. Ki akarta szimatolni ezt a kétséges helyzetet, hogy bemenjen-e még egyszer, ő úgy döntött, hogy inkább nem, viszont a nagyobbik testvér pedig arra volt nagyon kíváncsi, és azt nem értette, és az volt neki gyanús, hogy miért nem jön be a testvérem mellém pancsolni, hiszen mikor ez milyen vicces dolog. Jó, igen. Amikor ezt a két helyzetet feltártuk, és nagyon komolyan meg is beszéltük, sőt, ennek a megoldását is el is végeztük, hál' Istennek 3 éves, 4 éves korban még a valóság álom illúzió teljesen összemosódik ezekben az esetekben. A gyerek fantázia virága nagyon élénk, tehát ezt újra eljátszottuk, megtettük azt, hogy most lefejtjük a hínát. Tudjuk, hogy legközelebb a hínárral való találkozás az nem fog váratlanul érni, számítunk rá, van rá megoldásunk, tudjuk azt, hogy kell ezt lefejteni a lábunkról, és innentől kezdve nem fog bennünket se váratlanul érni, sem pedig gyanakvással, kétkedéssel, kételyekkel sem fog ez az úriember bemenni a vízbe, azóta köszönjük szépen, együtt pancsolnak a Balatonon. Bizonyítéként megkaptuk a fényképet,
a család bent a Balatonban a vízben, és a gyerekek röhögnek rajta. Tehát a történet megoldódott, Balaton allergia. Azért kaptam ki ezt a hogy mondjam, egészen kisarkított történetet, mert hogy mostan valaki széna náthás lesz, akkor azt jelenti, hogy a széna illata és az ő nagy-nagy gyanúja összekapcsolódott. Ugye amikor régebben még a nyáron a szénabogjában találkoztak a fiatalok, és mondjuk a rajtakapás vagy éppenséggel valami kellemetlen dolog történt közben, akkor a széna illata természetesen ezt az egész folyamatot rögzítette. És milyen érdekes, hogy egy ilyen ember, aki szénára allergiás, beül a moziba, egyetlen pollen nincs a mozi légterébe, de meglátja a szénakazlat, és már is beindul a folyamata. Tehát ennyire pontosan rögzít a szervezetünk mindent, pontosan a túlélésünk érdekében. Nem tudnánk hálásak lenni ezekért a tünetekért, hogy figyelmeztet minket arra, hogy valamit még elfelejtettünk esetleg megoldani. De itt vannak a bőrallergiák, és ugye természetes helye a felhám, és láthatjuk is itt a jobb oldali képen fent, hogy milyen a csalánkiütés, de szerintem ilyet már mindenki látott. Ugye ezt tudni kell, hogy a bőr felhám része az elválasztási konfliktusokról szól. És ugye nem csak a mécsipéstől szeretnék én elválasztódni, de a csalánlevéltől is, hát akit már csipett meg csalán, az tudja, hogy milyen kellemetlen. És az úgynevezett atópiás dermatitis, ami tisztázatlan eredetű, ugye? Itt egy tisztázatlan elválasztási konfliktus van, ezt kellene rögzíteni, ezt kellene megoldani, és ilyen atópiás dermatitis milyen érdekes, hogy a gyerekeknél milyen gyakori, hiszen beteszik őket a megőrzőbe, úgy hívják, hogy óvoda, és ezek az elválasztási konfliktusok aztán rögzülnek, a sínek rögzülnek, és ne feledjük, hogy az első sínre egy második, egy harmadik és egy x-edik sín is rögzülhet, és a harmadik sín is beindíthatja az első reakciót. Tehát azért nagyon lényeges ezeket a dolgokat megoldani. De hát nyilvánvalóan, amikor már egy régi történetről van szó, nehezen fogjuk megtalálni magát a történetet. Mi ilyenkor a megoldás? Tegyük feleslegessé ezt a konfliktust. Konfliktus aktív szakaszban jön a bőrnek az elvékonyodás, amit senki nem fog észlelni, de a zsibbadást azt érezni fogjuk, meg az érzéketlenséget, és a megoldási szakasz pedig hozza ezeket a gyulladásos, nedves tüneteket, csalánkiütést, viszketést, és ugye, hogyha ez nincs megoldva, mert függő gyógyulásban nekem folyamatosan viszket a bőröm, akkor elkezdem vakarni. Na de most már a vakarást az írharéteg támadásként fogja fel, ez meg elkezd vastagodni. Tehát akkor viszket is, meg vastag is a bőröm. Ez nyilvánvaló, hogy megoldható, és nem az antivakarin kenőcsöt kéne rákenni, hanem megkeresni az adott elválasztási konfliktust, és azt tisztázni. Ne feljelentjük, hogy az átmeneti érzéketlenség után újra tünetek jelennek meg, tehát az epileptoid krízisben átmenetileg érzéketlenség lép fel, és utána jön a hegesedés. De a kontaktallergia az egy helyi reakció, egy helyi védekezés valamilyen idegen anyaggal szemben, ami a számunkra még ismeretlen. És ilyen dolgokat fogunk kapni gyógyászati céllal előállított kenőcsökben, olyan anyagokat, amit a biológiánk nem ismer. Ilyen bőrallergiákat tehát csak is úgy fogunk megszüntetni, hogyha tisztázzuk magát a konfliktust. Ide tartoznak akár a különböző színes fémekre mutatott allergiák is, mint kontaktallergia? Gondoljunk csak bele. Van nikkel allergia. Igen, épp erről szerettem volna kérdezni, mert kicsit belemélyedtem ebbe a kérdésbe. Igen. És hogy volt, találtam egy olyan kimutatást, hogy a tinédzsereket érinti ez a fémallergia leginkább, és elkezdtem ezen gondolkodni, és kérlek, erősíts meg ebben, hogy
Rengeteg fémet, kiegészítőt hordanak a kamaszok, egyiket a másik után rakják, helyezzük a testükbe, mindenféle testrészüket kiukasztanak különböző helyekre, akár még funkcióját is akadályozva ezáltal az adott Piercing a testrésznek. nyelvben, nem tudom milyen célt szolgál, de hogy az ott egy zavaró tényező, az biztos. Most az én kérdésem gyakorlatilag a bőr elválasztásáról szólna. Mutattak az adott cikknél egy olyan illusztrációt, ahol egy több tucat gyűrűt viselő kamasz veszekszik az anyukájával, mivel az édesanyja szeretné, ha ezeket a nagyon hivalkodó és nagyon nagy mennyiségű ékszert lehúzná, és a fiatal hölgynek mindkét készfeje allergiás reakciókat mutatott, és el is gondolkodtam azon, hogy vajon nem volt-e esetleg olyan történet az életében, amit el akart hárítani, hogy hagyjatok már békén, ne szóljatok bele, azt viselek, amit akarok. Igen, ez a legegyszerűbb dolog, de én azt is látom, hogy az okos agyunkkal képesek vagyunk fölülírni az érzéseinket. És lehet, hogy kényelmetlen is szeretnék elválasztódni ettől az egésztől, de mostan ez a menő, és tök ciki, hogy én ezeket levegyem. Tehát mert anyám mondja, főleg de azért akkor ne. azért se veszem le. Tehát természetes, hogy érzelmileg az ott engem zavar, de rábeszélem magam, hogy mégis kell, és ott lesznek. A biológia nem hazudik. Hajszálpontos választ ad mindig. És ott, ahová mi az elválasztódást megértük. A következő allergia típus az ételallergiák, és hát ugye nyilván, hogy a tápcsatorna nyálkahártyáján fogjuk ezt megélni. És amit már a bevezetőben említettem, az étkezés közben megélt bosszankodás lesz az, ami hát a tápcsatorna különböző részein fog nekünk gondokat okozni. Tehát pont evés közben tudunk a legjobbakat veszekedni. Gondoljunk csak a karácsony és húsvéti gőzölgő húsleves fölött, milyen fantasztikusan el tudunk mélázni a múlt Ott lehet a legjobban veszekedni, amikor leülünk a húsleveshez, és akkor beindulnak a régi történeteknek, a meg nem oldott konfliktusoknak a felidézései, és újraindítja bennünk az egész megélést, és hát ugye megemészthetetlen bosszankodás. Kérem, a biológiánk nagyon finoman analizálja, kiértékeli azt, hogy mi éppen mit eszünk, hogy ez nekem megfeküdte a gyomromat, már századszor hallom ezt a történetet, és megfeküdte a gyomrom, természetesen akkor a gyomornak a kisgörbületén fog bosszankodásként elindítani egy azonnali fájdalmat, de hogyha csak megfeküdte a gyomromat, akkor a nagy görbületen fogja a sejtek szaporodását kiváltani. Tehát nem mindegy, hogy bosszankodok, vagy csak megfeküdte a gyomromat, de lásd az emésztés, felszívódás, ürítés című előadásban ezt mind részletezzük. Na most a enyhébb fájdalom az epetáji, hasi diszkomfort érzés, amikor ott feszül nekem, igazán nem érzem jól magam. Mindez azért van, mert ős szájnyálkahártya séma szerint működnek ezek a nyálkahártyák, és ezek konfliktus aktív szakaszban érzékenyek. Majd ugye a tünetek megszűnnek a megoldás első szakaszában, és jön a nagy váratlan dolog az epileptoid krízisben, amikor fokozottan minden, mint a vihar. Tehát a fájdalmak még erősebbek, a görcsök kibírhatatlanok, elkap minket a cifra, futni kell, mert a perisztaltika, a gyom, a bélmozgás ugye nagyon intenzív lesz, és hát a gyakori laza vizes székletek jelzik, hogy itt nem baktériumokról van szó, hanem csupán valami megemészthetetlen dologról. Na és itt jönnek be azok a történetek, hogy mondjuk laktózra, vagy éppen gluténre, vagy éppen mire leszünk mi érzékenyek. És ennek bemutatásaként szeretném a weblapról behozni a
azt a videót, amit hát bárki megnézhetne, de lássuk ezt most közösen. Miről is van szó itt valójában? Janka, miért jöttél el erre a germán gyógytudomány tanfolyamra? Mit szerettél volna megoldani? Megoldani? Hát kezdjem avval, hogy genetikus vagyok, és egy ilyen farmaceutikai vizsgálatokat csinálok. Szóval, de hol? A Pozsonyban. Pozsonyban. Uh-huh. Igen. És de mindig érdekel, mivel hogy genetikusként tudtam azt, hogy milyen fontos a környezet, igen, hogy milyen hatással van az emberre. Uh-huh. Szóval mindig érdekelt ez a ilyen pszichológiai része ennek a egészségnek, és így. De mi volt a problémád, ami elhozott téged egy ilyen tanfolyamra? A problémám, ami már úgy mutatkozott, a legnagyobb problémám az a tej érzékenység uh-huh. volt, és... Már csak volt? Már csak volt. Igen. Mert mi történt itt? Az történt, hogy hallgattam a előadásodat, és így gondolkoztam a dolgokon, és rákérdeztelek első nap. Magam sem tudtam, hogy pontosan mi, csak mondtam pár dolgot, amire rámutattál, hogy mi történhetett, és mikor mi történt. És megtaláltad, hogy konkrét mikor volt az, hogy te tejet ittál és bosszankodtál? Nem tudom, hogy teljesen konkrétan, de arra nem tudom, hogy konkrétan a szituációt találtam, de tudtam, hogy mivel volt de tudtad, kapcsolatos. Hogy kivel kapcsolatos. Igen, 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 igen. És akkor mit javasoltam? Leírni, megköszönni és megbocsájtani. Annak az illetőnek. Annak az illetőnek. És ezt megcsináltad? Uh-huh. És aztán mit tapasztaltál? És aztán azt tapasztaltam, hogy mivel hogy tudós vagyok, ki kellett próbálnom, hogy ettem tejet, és nem volt semmi bajom. Hát, és este is ettem, és ma reggel is. Mert különben szereted a tejet. Imádom. Nagyon örülünk, hogy itt voltál. Én is nagyon-nagyon szépen köszönöm. És remélem, hogy még ennél több dolgot is megoldottál, mint a tejallergia. Remélem, meg nem nincs vége a napnak, szóval várom. Rendben. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük. Tehát összefoglalva, ebben a riportban is ott volt a megoldás. Janka nem tudta, hogy napra, percre pontosan, hogy mikor élte meg azt a bosszankodást, amikor éppen tejet ivott vagy emésztett, de tudta, hogy kihez kapcsolódott a bosszankodása, és ezt az egészet érzelmileg megoldotta. Tehát az érzelmi megoldás a sineket törli, és ez az allergiából való gyógyulás mindig egy látványos történet. Ismét felhívom a figyelmet, hogy a germán gyógytudomány alap a megértéshez. Mert rámutat arra, hogy a betegségek nem függnek azoktól a tényezőktől, amelyekről eddig a statisztikák véltek összefüggéseket kimutatni, viszont függnek a fel nem oldott érzelmi megrázkódtatások számaitól, attól, hogy ez éppen konfliktusaktív vagy megoldási szakaszban van, függnek attól, hogy a sínek milyen hány alkalommal térnek vissza, hogy policiklikus a lefolyás vagy függőgyógyulás, illetve attól is függ, hogy hány programot futtatunk, mert a konfliktusokat is lehet halmozni, és ezek a következménye a személyiségünk megváltozása, illetve hangulati változásokat is fog okozni számunkra a fel nem oldott konfliktus. Tehát a valós okok csak is az érzelmi megoldással képzelhetők, a valós okoknak a feltárása és megoldása csak érzelmi szinten képzelhető el. A germán gyógytudomány pedig azért tényleg tudomány, mert reprodukálható, összehasonlítható, előre jelezhető. Tehát
Itt érthető meg az, hogy miért van az, hogy egyeseknél valami megjelenik, másoknál nem jelenik meg, mert mindenkinek a saját megélése az egyetlen valóság, és olyan tünet együttesek, mint a szisztémás lupus erythematodes, vagy éppenséggel a Basedow-kór. Tisztázni kell, hogy az adott szervi tünet mögött milyen érzelmi megrázkódtatások vannak. És aki megnézte ezeket az említett webkonferencia előadásokat, megtanulja a dolgokat tisztán, egyenesen látni, és teljesen tudományosan meríten. Nem kell állatkísérlet, nem kell statisztika ahhoz, hogy a dolgokat megfejtsük, hanem a konfliktusokra kell koncentráljunk, megfejtenünk, és onnantól a dolgok helyére tehető. Na most, ha azzal, hogy valaki megtanulja a germán gyógytudományt, azzal még nem 100%, hogy a konfliktusát meg is oldja. Nyilván, ha egy olyan konfliktusra derül fény, ami már az életében nem játszik szerepet, akkor mondjuk egy szédüléssel kapcsolatos történet azon pillanatban megoldódik. De hogyha ragaszkodunk az elképzeléseinkhez, és mondjam azt a kellemetlen élményeinkhez, akkor ne csodálkozzunk rajta, ha továbbra is megmaradnak a betegségek. Ilyenkor szoktam mondani, hogy akkor szenvedhetek tovább okosan. Vagyis a germán gyógytudomány az az úgynevezett aranyfonal, ami rávezet minket arra, hogy mi a betegségek valós oka. De ezeknek a megoldása lélek szinten kell megtörténjen, és akkor az agy közvetítésével a szervi válasz is el fog maradni. Megköszönöm mindenkinek a kitartó figyelmét, és megkérek mindenkit, hogy a fórumban először a témával kapcsolatos kérdéseket tegyék föl.